mint gimnázium felsőoktatásra készítünk fel, és hát kiket várunk? Várjuk azokat, akik mindenképpen egy felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni, és államilag finanszírozott képzésre szeretnének bejutni. Nagyon sok statisztika lát napvilágot ebben. Szinte minden gimnázium elmondja, hogy milyen jók a felvételi arányai. Mi azzal is büszkélkedhetünk, azon túl, hogy 90%-a a végzősöknek a felsőoktatásban tanul tovább, hogy a 90-95%-a államilag finanszírozott képzése jut be, vagyis nem önköltséges képzése, a kiváló oktatónevelő munkának köszönhetően, és ez pedig nagyon-nagyon fontos a fiatalok számára. Várjuk azokat, akik mindenképpen szeretnének valamilyen tárgyból versenyezni. Szeretik a versenyeket, az ország különböző versenytípusaiban, nem csak a tanulmányi versenyek népszerűek az intézményben, hanem a művészeti és a sportversenyek is. És természetesen várjuk azokat is, akik mindenképpen egy jó közösséghez akarnak tartozni. Az iskola egy kiváló közösséget alkot, ahol nem csak a délelőtti tanulása fontos, hanem a délutáni programok. Számos tanórán kívüli programunk van. Kiemelném a természettudományos labornak a különböző programjait, ezt is meg lehet itt tekinteni, plusz meg délután kutatók éjszakája, tehetségnapok és egyéb iskola csereprogramok. Minden évben egy Erasmus pályázat, angol nyelvű Erasmus pályázat keretében Európa különböző országaiba eljuthatnak a diákok. Természetesen a határtalanul pályázat keretében a partneriskolákkal együtt, pedig a határon túli magyar intézményekkel dolgozunk szorosan együtt. Kiket várunk még? Várjuk azokat, akik nagyon jó körülmények között szeretnének tanulni. Én azt gondolom, hogy nem túlzok, azt mondom, hogy az ország legjobban, egyik legjobban felszerelt intézményében vagyunk, hiszen mind a tanulásra rendelkezésre, a legmodernebb digitális oktatásra rendelkezésre állnak az eszközök, valamennyi termünk alkalmas a digitális oktatásra. Ugye a laborunkat emelném ki, amelyben pedig olyan kísérleteket tudnak elvégezni, amelyek elengedhetetlenek egy orvosi képzéshez, vagy egy bármilyen egyéb fizikusi képzéshez. Ezen túlmenően most átadott udvarunk, sportudvarunk, szabadidőparkkal, legújabb kosárlabda pályával. Azt hiszem, hogy a tanórán kívüli kikapcsolódást is szolgálja. És kiket várunk még? Várjuk még azokat is összességében, akik a tanuláson kívül egy jó közösségihez tartozást fontosnak tartják.